Van nekünk egy saját iskolai himnuszunk is, amit el szoktunk játszani évnyitón, évzáron, meg nagyobb ünnepekkor. És ezt most az iskolai kórus Orsi néni vezetésével, és itt a zenekar fogja eljátszani, amit ti először hallottok valószínűleg. Taníts minket, Istenem, mutasd meg minél több csodát. Jobban látsz, és többet ül, ha bennünk ég a fény. Mert Isten ég, a föld és ég, követnünk el céljainkért, és hozzá. Az iskolában idén is rendhagyó módon köszöntötték az elsősöket. Tájékoztatott Kerényi Zsolt igazgató. Elég nagy feladatára lettünk állítva ezzel a telefonkérdéssel, vagy okos eszközkérdéssel. Megpróbáljuk valahogy az elején. Én azt gondolom, hogy ez kell egy-két hét, vagy akár hónap, hogy kiforja magát, hogy itt mi az, ami gyakorlatban alkalmazható módszer ennek a betartására. Egyébként a magával a alapelve és a rendelettel egyetértek, mert rettentő károkat kezd okozni a okos eszközök használata. A hangerőt fogjuk mérni. A hangerőt milyen mértékegységgel mérjük, nyolcadikosok? Nem tanulták még, mondja a Balázs bácsi. Ki tudja? Zenészek. Decibelbe mérjük, tehát decibelbe fogjuk mérni a kiáltások erősségét. Fölteszek egy kérdést, és aki egyetért vele, az kiabál, visít, minél hangosabb legyen ez a lényeg. Balázs bácsi méri. Ide állj föl, és Balázs bácsi, hogy jobban tud mérni. Ki az, aki várta a tanév kezdetét? Aki ezzel egyet, az kiabáljon. Most! Nekem nagyon rossz gyerekkori élményeim vannak az évnyitókról, és amikor iskolaigazgató lettem, akkor elhatároztam, hogy egészen más jellegű évnyitókat fogok csinálni, és hát ez is olyan, hogy sok játék van benne, meg zene, tehát a gyerekeknek ne egy olyan élmény legyen ez, hogy már megint kezdődik. Egy-két nagyon pozitív visszajelzésem van, például egy 8-os gyerek azt mondta valami családi program volt, hogy mindenféleképpen itt szeretne lenni. Hát ha más nem, akkor ezt elértük ezekkel az évnyitókkal. Egyébként 270 diák kezdi nálunk el a tanévet az idén. Hogy hívna? Erdélyi Virág. Na Virág, halljuk a verset. Matos, maja elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve, úszkáltam a tengerbe. A 8. osztályos tanulók tornazsákot osztottak ki a leendő első osztályosoknak. Feladat nekik az, mondom, aki még nem tudja, hogy mindenkinek a kezében van egy névvel ellátott tornazsák, és meg kell keresni a tornazsákhoz tartozó gyereket. Nem olyan könnyű, valamikor ebből óriási kavalkád van, valamikor egészen simán megy, most meglátjuk, milyen lesz. Aranyhídon sétál a bíbor, naplemente, vagy súlya, a hajamat a szét.